háztól házig, lakástól lakásig kell folytatni azt a harcot, hogy végre büszkén elmondhassuk, hogy egyáltalán képviselő jelölt lehessen Budázi György. Rengeteg módszer van még, a kampánytörzsnek folyamatosan kell dolgoznia, kreatív ötletet kell kitalálni. Hogyha itt mindenki aktivizálná magát, és azért mondtam, hogy én is jövő héten jövök Pestre, mert gondoljunk bele, hogy 30-40-50 ezer ember van egy körzetben. Választópolgár. Ha igaz is, amit a Fidesz hazudik, tegyük fel, hogy összegyűjtött néhány ezer darab cédulát. Ha az összes többi pártnak az 500-600-700-at még összeadjuk, akkor van nekik 8000. És van 30-40 ezer ember. Tehát ott, úgy ahogy mondod, otthon van a konyha szekrényre, oda félredobták. Tehát ha mindannyian elmegyünk és valahogy meggyőzzük őket, nyilván nem elég az, hogy bekopogunk, és azt mondjuk, adja majd a kopogtat, menjen a francba, nem. Meg kell győzni az embereket. Ez a Guantanamo Magyarországon című 11 perces film, amit a technikai okokból sajnos nem tudunk levetíteni, de rajta van az interneten, ha máshol nem, az én honlapom a morvaikrisztina.hu megtalálják, és kérem, hogy nézzék meg. Tehát ez egy nagyon jó eszköz a mozgósításra. Ha a 11. kerületi barátokhoz elviszik szépen a laptopjukat, kinyitják ott ezen az oldalon, és a 11 perces anyagot levetítik, és megmutatják nekik, hogy micsoda gyalázatos 50-es évekbeli AVH-s módszerekkel vitték végbe ezt az eljárást, illetőleg kezdték, folytatták ezt az eljárást egy évvel ezelőtt. Az, aki most börtönben van, mondom, Budaházi. Igen, igen, az! Meglátja, abból egyszer még az ország miniszterelnöke lesz. Hétvégén, aki menjen és gyűjtsen. Reggel 9-kor és délután 4-kor van találkozó a Móricz Zsigmond Körtér 1-es szám alatti boltnál, ahol elkészülnek a beosztások, ki, mikor, hova megy és miért.